Jól kezdtünk, de nagyon hamar a Siófok át tudta venni a vezetést. Ott úgy éreztem, hogy nagyon hamar elfáradtunk. Legalábbis azt a tempót, amit a Siófok diktált, azt nagyon nehezen bírtuk. Főleg azért, mert amikor meg belecseréltem, akkor olyan minőségi váltás lett, hogy nagyon könnyelmű gólokat tudott szerezni az ellenfelünk. Illetve a második fél időben hiába voltak meg a helyzeteink, hiába voltak meg a lehetőségeink, nem tudtuk ezeket gólra váltani. A másik oldalon volt egy nagyon jó kapus teljesítmény a második fél időben. Nálunk sajnos ez elmaradt, de ugyanígy elmaradt a védekezésnek az a keménysége. Itt pedig nem lehet sajnos szorosabb mérkőzés játszani. Tudtuk, hogy megható lesz, de azt gondolom, hogy nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, nagyon jól játszottak, ma hozzá tudtak tenni a csapathoz. Nyilván nagyon nehéz búcsúzni, nagyon örülök, hogy ilyen sokan kilátogattak, és egy nagyon jó hangulatot teremtettek. Nagyon jó élmény volt ez az utolsó mérkőzés, örülök neki, hogy ennyi néző szurkoló kijött. Nagyon aranyosak voltak a gyerekek is, ők egy kis meglepetéssel is készültek nekem a csapatomból, illetve nagyon sokan itt vannak a családomból és a barátaim is, szóval nagyon örülök neki. Nehéz volt, már reggeli 4-kor felkeltem, és mondom, valami nem stim, már takarítottam, festettem, olvastam, már minden megcsináltam, és amikor idejöttem, elkezdtem izgulni. Akkor jöttek a könnyeim, és aztán egy nehéz mit mondani, meg nem tudok felfogni, hogy vége. Szurkolók szeretete? Hát ez fantasztikus. Olyan embereket találkoztam, akivel már régóta nem találkoztam, és lejöttek. Dunajváros lányok, Németh András itt volt, Tóth Imre, tudok sorolni sok ember, de egyszerűen fantasztikus hangulat volt. Ez egy nagy veszteség a számomra. Pont mondtam a sajtótájékoztatón, hogy én már egyszer elveszítettem ugye apót, üresség, és most ugye kézzelövet fogok elveszíteni, de mindig fogok figyelni, hogy játszik a csapat.